sziasztok! Hétvégén megrendezésre került a barokk esküvő Győrben, és mi megint ott voltunk! Jéééé! Úgyhogy most erről szeretnék nektek egy ilyen kis beszámolószerűséget elkészíteni. Nos, hát aki nem tudná, hogy mi is ez a barokk esküvő, azoknak dióhéjban elmondanám, hogy ez egy igazi esküvő, viszont az egész város szeme láttára történik, barokk ruhákba öltözködve. Sok ember a násznépből szintén ugye beöltözik, ugye a család főleg, de ezen kívül van egy csomó statiszta, akik jelentkezhetnek erre az egészre, bárki, és ők is kapnak ruhát, megcsinálják a hajukat, és akkor ugye végigvonulnak ezekbe a szép barokk ruhákba. Ezen kívül szoktak lenni még táncosok, zenészek, meg gólyalábasok és egyéb ilyesmi. Most kivételesen még volt több hagyományőrző emberke is a felvonulásban, mert mint kiderült, a házasolandó párnak a barátaik eljöttek, mert ők egy ilyen hagyományőrző csapatban vannak bent, és akkor ők is csatlakoztak ehhez a menethez. Igaz, ők ilyen törökös, nem is tudom milyen ruhában voltak, de nagyon jól néztek ki, és golyalábaztak, tök jó volt az egész. És hát igen, van egy ilyen nagy felvonulás, ami így a városnak szebb utcáin végigvonul. Időnként megállnak, táncolnak, stb. És akkor végül is megházasodnak barokkori szokások szerint az egyik nagyobb téren, rengeteg ember előtt. Tavaly azért többet videóztunk, most Mikire bíztam a kamerát, mert én a kutyámmal vonultam végig. Ugye csináltam magamnak tündérszárnyat, erről majd lesz videó, illetve a kutya tündérszárnyáról, mert a tavalyi szárnyamról csináltam már ilyen tutoriált, és most hasonlót csináltam újra magamnak, csak most más színben. Úgyhogy majd a kutyásat fogom szerintem feltenni, és hát remélem tetszeni fog. Na hát igazából innentől már szerintem a felvételeket fogom bevágni. Nem tudom, hogy Miki mit videózott, mert én nála volt a kamera. Meg még képeket is fogunk kapni, mert lefotózott minket egy rendes, igazi fotósrác, meg rengetegen fotózkodtak velünk, igazából szinte elloptuk a sót, mert annyira tetszettek a ruháink az embereknek, nem is csak azt, hogy a ruháink, hanem úgy, hogy a kutyánkon is ott volt a tündérszárny, és elve egy nagyon cuki kutya, és akkor még tündérszárny is rajta, szóval egy ilyen cukiság, szóval ilyen túlálló cukiság volt az egész, nagyon jó volt, és tényleg imádtak minket, rengetegen odajöttek hozzánk fotózkodni, rengetegen külön is lefotóztak, kutyát is lefotózták, és tényleg már kaptam olyan képet is, amit velem készítettek, meg minden, úgyhogy tényleg nagyon izgalmas volt, és Luna is nagyon jól viselte. És hát akkor igazából majd a videókat bevágom még szerintem, ami úgy jobban sikerült, nem tudom, hogy milyenek lesznek, meg képeket, meg mindent, amit így fel tudok használni, ezt majd berakom.
ne repülj el! Jobbár!
vigyázni kell, mert ők egyszer begyorsulnak, akkor az be van gyorsulva. Volna ez a kis beszámolós videó. Remélem azért tetszett, hát most mostanában nem nagyon voltak videók, ugye sok minden volt. Készültem a GOAT találkozóra először, aztán meg készültem Miki születésnapjára, aztán most meg a barokkesküvőre a sok dolog, amit el kellett készítenem, mert még a szoknyámon is kellett javítgatni, úgyhogy bőven volt dolgom. Ugye miatt bocsánat, nem volt olyan sok videó. Szerintem megértitek, hogy azért így nyáron az ember mással is foglalkozik, nem csak otthon ül és videózgat, meg ilyenek. Remélem azért tetszett ez a videó, és köszönöm, hogy megnéztétek. Sziasztok!